szerintem az egy óriási dolog, és ne tekintsük természetesnek, hogy most itt ennyien üldögélhetünk egy zárt térben, maszk és minden nélkül. Első kézből hallhattak az érdeklődők a kormánypártok jövőbeni terveiről, hiszen a Fidesz parlamenti frakció vezetője tartott előadást Szekszárdon hétfő délután. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője szervezte az egyeztetést, hiszen, mint mondta, elengedhetetlen a személyes kontaktus az emberekkel. Itt a pandémia után, amikor az elmúlt másfél évben igazából nem tudtunk felszabadultan közösségi programokon részt venni, itt egy kicsit, hogy meglássuk egymást, itt a nyári szünet előtt tudjunk pár gondolatot egymással kicserélni, és majd szeptemberben, amikor vélhetően kezdődik a kampánynak az erősebbik része, akkor már felkészülten tudjunk készülni a jövő évi választásokra. Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakció vezetője a vírus elleni védekezésről, a jövőről és az aktualitásokról beszélt a résztvevőknek. A fórum egyik fő témája a Brüsszel Magyarország ellen indított hadjárata volt, ami most épp a pedofil törvényt támadta meg és retorziót fogalmazott meg. A magyar gazdaság nem függ, hála Istennek, az Európai Uniós támogatásoktól. Teljesen méltatlan és méltánytalan az eljárás. Brüsszel visszaél a hatalmával ebben az ügyben, az meg különösen álságos, hogy gazdasági vagy pénzügyi szankciókat akarnak bevezetni egy olyan vitában, amely azzal nem függ össze. A vita pedig a Magyarországon hatályba lépett gyermekvédelmi törvényről szól. A magyar kormány álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy a szülők kizárólagos joga a gyermekeik szexuális nevelése, és ebben nem szólhat bele senki. Kocsis Máté hozzátette, a Brüsszel által nyújtott támogatás nem ajándék, hiszen ezért a magyarok rendelkezésre bocsátották a piacaikat, amiből számos nyugat-európai vállalat és gazdaság profitál. Ezeknek a támogatásoknak a ki nem fizetése, vagy az ezzel való fenyegetőzés, az, mint mondtam, azon túl, hogy méltánytalan és nívótlan, még jogilag is vitatható. Maga a vita egyébként izgalommal tölt el bennünket, mert állunk elébe, hiszen meggyőződésünk, hogy igazunk van, tehát el a kezekkel a gyerekeinktől. Az érdeklődők megtöltötték a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermét. A tervek szerint a jövőben több hasonló egyeztetésre is sor kerül majd Szekszárdon.